különleges óra kezdődött az aulában. A diákok először a Dirty Sleepers dalaival ismerkedhettek meg. Két iskola diákjai vesznek részt ezen a koncerten. Az általános iskolából, tehát a Móra Ferenc általános iskolából meghívtuk a nyolcadikosokat, és a Győri Esztés Sport és Kreatív Technikumból a 9-től 11. osztályig vesznek részt a diákjaink egy olyan koncerten, amelynek a lehetőségét a polgármesteri hivataltól kaptuk. A koncert után a zenekar tagjai kötetlenül beszélgettek a tanulókkal arról, hogy az alkohol és a drogok mennyire megkeseríthetik a fiatalok életét. Összesen már több száz intézménybe jutottunk el, és voltak olyan napok is, amikor akár három iskolát is végig tudtunk látogatni. Nyilvánvalóan ugye kezdődik a zenekarnak a fesztivál turnéja is az új lemezünkkel, a Vársz Valahol cíművel. Közben megyünk vissza Angliába, az Abbey Roadra, Londonba dolgozni. Londonban is lesz egy nagy koncert, szóval elég sok teendője van a zenekarnak. Jelenleg úgy néz ki egyébként, hogy minden pénteken tartunk suli turné előadásokat délelőtt, és utána pedig nyilván megyünk a fesztiválokra, városnapokra fellépni, viszont az én hosszú távú tervem, hogy én nagyon szeretném azt, hogyha ezt tudnánk minden nap csinálni, azért, hogy minden intézménybe eljuthassunk, hiszen ha csak a győri példát vesszük, ez a turné 11-12 éve megy, és még csak először vagyunk itt Győrben, most viszont polgármester úrral egyeztetve úgy beszéltük meg a dolgokat, hogy minél több intézménybe el tudjunk jönni. A győri önkormányzat szeretné, ha az ilyen jellegű programok minél több iskolába eljutnának. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon fontos, hogy foglalkozzunk azzal, hogy a drogprevenciót, egyáltalán az életmódbeli kérdéseket, azt lehetőleg a minél közelebb eső korosztály mondja el a fiataloknak, hiszen akkor sokkal hitelesebb, mint hogyha kiáll egy őszakálú orvos, vagy akár polgármester, és próbál okosokat mondani. És a Dirty Sleepers zenekar, ami egyre népszerűbb, nem csak Magyarországon, most már külföldön is, úgy gondolom, hogy erre egy kiváló közvetítő zenekar a gondolatoknak. Egy keresztény konzervatív zenekarról van szó, akik pontosan ismerik ezt a világot, és hitelesen tudnak beszélni róla. A Dirty Sleepers nem csak a győri iskolákban, de a városban a nyári fesztiválok során a nagy közönség előtt is muzsikálni fog.